A videó támogatója a Sixt. Sziasztok, én Pataki Tamás vagyok, és ma elhoztunk nektek egy 2024-es Range Rover Evoque-ot, amit ráncfelvarrottnak semmiképpen nem neveznék, de így 2024-re kicsit felfrissült. Úgyhogy most nézzük meg, hogy mik azok a frissítően új dolgok ebben a szuper, igazi, prémium Range Rover Evoque-ban. Tartsatok velem! Hát egy ilyen csúnya, ködös idő van májusban a mai napon, amikor forgatunk ezzel a csodaszép Range Roverrel, és ez azért lehet, mert hogy egy hegyen vagyunk, a Normafán, valószínűleg ez lesz a természetes élőhelye egy ilyen Range Rover Evoque-nak, egy ilyen gyönyörű szomszédságban. Én erre tudok tippelni. Ez a 2024-es faceliftes darab, és amióta 2011-ben bemutatták ezt az autót, azért a kaszni szempontból nem sok minden változott, de mégis látszik, hogy ez a legfrissebb, és ez a legújabb. Új hűtőrácsunk van, új ledes lámpáink elől-hátul, és egy kicsit 2024-esebb a dizájn, hogyha ezt szabad így mondani. A nagyobb változtatások a belső térben történtek, úgyhogy nézzük meg, hogy mi van belül. Ez az elképesztő minimál stílus, ami uralkodik egy ilyen Range Rover Evoque-ban, és ez évről évre, ahogy jönnek ki az újabb és újabb Range Rover modellek, mindig egyre jobban minimálabb lesz, és sokkal kevesebb gombunk lesz. Még a 2019-es modellnél is sokkal több gombunk volt, mint most itt a váltó körül, mert hogy most, tippeljetek, mennyi van? Nulla. Itt jön ugye az a probléma, hogy a klímát a menüből kell vezérelnünk. Én az a generáció vagyok, akinek ezzel nincsen problémája, de meg tudom érteni azokat az Evoque vásárlókat, akiknek ezzel igenis lesz, de hát erre megy a világ, ezzel nem tudunk mit csinálni. Van egy ilyen ívelt, hajlított, ilyen lebegő hatású középső kijelzőnk, ami 11,4 szolos, gyönyörű szép, új menüt kapott. Kicsit több idő kell ahhoz, hogy megszokjuk, mint például egy német vetétársban. A Range Rover Sport kormánykerekét kapjuk meg ebben az autóban, és gyönyörű szép fémváltókarok. Ez sem a BMW nem tudja, sem az Audi, sem a Mercedes, sem a Volvo. Ezeket az igazi nehéz fém váltókarokat. Nyilván egy dízel Range Rover terepjáróban nem tudom, hogy mennyien fogjuk ezeket elkattintani, de csak leállított motorral is itt ülök, és érezzük ezen a minőséget tényleg. A motorizáltságban is történtek nyilván változások a 2024-es verzióban. Például az, hogy lágyhibrid rendszereket kapunk, 48 voltos lágyhibrid rendszereket, amiket nyilván segítenek nekünk a fogyasztásban. Valamint kétféle plug-in hibrid változatot kaphatunk az autóból, ami egy 14,9 kWh-s akkumulátorcsomagot kapott, és VLTP szerint olyan 64 km tud, ami a valóságban is 50 fölött lesz, ami hát a mai korban most már csak tűrhetőnek mondható, mert a legújabb plug-in hibrid modellek már megint a 100 km-es hatótávokat nyaldossák. De amiben mi ülünk, az egy jó 2 literes dízel, 204 lóerővel, és hát papíron jó fogyasztással, olyan 6,5-7 körülivel, de én valahogy egyelőre nem tudom levinni 8,6 alá, bár hozzá kell tenni, hogy eddig csak a városban mentem vele, arra szóló tempóba. Szuper csomagterünk van, annak ellenére, hogy tényleg nem a föld legnagyobb csomagtartója, amit láttunk. Minden van benne, ami szemszájnak ingere tényleg, de itt van az összes ilyen kis fogantyú, 4 van belőlük, és ennek is ilyen igazi prémium, ilyen erős és nehéz érzete van. Itt fel tudjuk hajtani ezt a padlólemez elemet, és itt most ebben az esetben pótkerekünk van, de választhatjuk defektjavító készlettel az autót, abban az esetben itt lent több helyünk lesz. És hát, még meg sem kell erőltetnem magam, hogy lehajtsam a csomagtérajtót, viszont ezek a kis kamukipufogók, hát ezek annyira nem adják. Na szóval, most jön az a rész, amit a legkevésbé szeretek. Ez az autó egy... kellemetlen hangokért. Egy XC40-es Volvo, egy X1-es BMW-s, mondjuk egy Q3-as Audi-nak a méret kategóriájának felel meg. Az én pozíciómra van állítva a vezetőülés, én körülbelül 187 centi vagyok, és ahhoz képest egész jól elférek, mert hogy a Range Rovernek van egy ilyen vágás az ülés hátlapjában, amiben kapunk még
2 centit körülbelül a lábtérnek, és pont ez az a 2 centi, ami kell a tért kalácsomnak, hogy jól elférjek. De a legfontosabb kérdés minden tesztünkben az az, hogy lemegy a hátsó ablak, hát nézzük meg. Nem teljesen, viszont pont annál a könyök résznél lemegy teljesen, ahol kiraknánk amúgy is, úgyhogy azt mondom, hogy ez így elfogadható. A töltés viszont elég jó, gyors töltővel 30 perc alatt 80%-ra tudjuk repíteni a plug-in hibrid változatnak a hatótávját, de a 7 kW-os töltővel is 100%-ot tudunk elérni 2 óra alatt. Úgyhogy nem a legnagyobb hatótávunk van a plug-in hibrid verzióban, de legalább hamar feltölt. De hogyha igazán hosszú útra szeretnénk menni, akkor én mindenképpen ezt a dízel verziót javaslom. Ebből van egy gyengébb, az a 163 lóerős 2000-es turbo dízel, és abból képzeljétek el, hogy kaphatunk manuálisat is. Ilyen Range Rover-be, ez rejtélyes számomra. De egyébként 9 sebességes automatával kapjuk, és ez pedig az erősebb dízel, ez 204 lóerős, és ezt se mondom, hogy egy hűde nagy erőgép. Na de hogyha már egy Range Rover-ben ülünk, akkor hiszitek vagy sem, ebben a városi terepjáróban tele van az egész menü. Mindenféle terep beállításokkal vannak előre programozott offroad üzemmódjaink. Na de ha már egy Range Rover, akkor próbáljuk ki, majd kicsit ilyen nyálkás időnk van, úgyhogy a sár üzemmódot ki fogom választani, ami azért ennyire durva terepre nem fogunk menni, de hát az eseménynek vagy az alkalomnak megfelelően fogunk most itt cselekedni, és teljesen kellemesen elgurul a kis autónk. Na de, újabb terephelyzet áll előttünk itt a Madárhegyen, ami szintén egy ilyen természetes élőhelye lehet majd ennek a Range Rovernek, hiszen erre járkálnak ilyen járművek. Úgyhogy most berakjuk gravel üzemmódba, ami ez a murvás dolog. A legjobb rallis tudásomat most megpróbáltam elővenni. Mármint, hogy kifejezésekben, mert nem fogunk úgy menni, mint egy rally versenyen. Ez azért nem egy durva terep, de itt is teljesen komfortosan lépeget. Kicsit puhább a felfüggesztés ebben az üzemmódban, és gondolom, hogyha emelkedőnek el kéne indulni, akkor máshogy adná le a nyomatékát. Benzinmotorból 3 hajtáslánc van, kaphatunk gyengébb 1.5-öset, 8 sebességes váltóval, és 2 literes benzines változatot, azok pedig már a 9 sebességes váltókkal. De én talán a plug-in hibridet, vagy ezt a dízelt választanám. Hogyha kell, megmozgatja, de nyilván nem a sportosságról szól, de annál inkább sportos vezetni ezt az autót. Kemény a futóműve. Szerintem úgy volt vele a Range Rover, hogy ne annyira billegjen az autó. Viszont a kormány nagyon direkt, és már-már BMW-s vezetési élményt ad ez az autó. A 9 sebességes CETEF váltó egyébként jól működik, szépen vált. Az előző modellben, a vérfrissítés előtti 8 sebességes, az annyira nem volt egy hűde jó váltó, de szerintem ez sokat fejlődött, és például a light hybrid rendszer segítségével sokkal többet leállítja a motort. Hogyha már nagyon kis sebességnél odagurulunk egy lámpához, akkor már leáll a motor. Összességében nagyon jól kilátunk az autóból. Nincsenek akkora holterek, óriási tükreink vannak, de tényleg, mint egy elefántnak a füle, körülbelül olyanok. Nagyon dizájnos az autó, kívül is, belül is, tényleg nem kérdés, hogy ez egy extrém prémium és különleges darab, ez az Evoque. Viszont maga a formaterv az 2011-es. Hiába frissítették azóta nagyon fel a külsőjét, és úgy néz ki, mint tényleg egy jelenlegi 2024-es autó, mégis a forma ugyanaz, mint több mint 10 évvel ezelőtt, és hogyha látunk egy korai Evoque-ot az utcán, és 10 perc múlva egy ilyen vadi újat, akkor azt fogjuk tudni mondani, hogy jé, ő is egy Evoque-ban ült, meg jé, ő is most egy Evoque-ban ül, és azok a korai darabok már lassan van olyan, ami 5 millió forintot sem ér, és ezek az újak pedig 30 millió fölött is tudnak lenni. Én, hogyha friss Evoque tulaj lennék, és most költöttem volna el az autómra egy távolról is jól látható összeget, akkor biztos nem örülnék annak, hogy még mindig nagyon-nagyon hasonlít a 10-15 évvel ezelőtti Evoque-ra. Az induló ára az autónak kicsivel több, mint 18 millió forint, és egy
nagyon-nagyon-nagyon full extrás, legmagasabb felszereltségű darab, az tud több lenni, mint 38 millió forint, ami azért egy kis városi terepjáróért rengeteg pénz. Körülbelül ugyanazon az áron van, mint a vetélytársak. Aki ilyet szeretne, az szerintem nem annyira fog csalódni benne, mert nagyjából ugyanazt tudja, viszont sokkal több stílust és egyediséget kapunk, az biztos. Hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornámra, mert a következő hetekben jönni fog egy másik Range Rover, ami kicsit hosszabb, kicsit magasabb, és hát azt majd meglátjuk, hogy jobb-e. Úgyhogy ezért az elköszönésért most beleálltam egy óriási dagonyába. Úgyhogy most innen kimászok, jövő héten találkozunk. Sziasztok!